A Szent Pál Marista általános iskolában szeptembertől az egyik elsős tanítónéni Herceg Kis Anna lesz. A Szent Pál Marista általános iskolában szeptembertől az egyik alsós tanítónéni Herceg Kis Anna lesz. Vele beszélgettünk arról, hogy miért ezt a pályát választotta, és milyen lesz az ő elsős osztálya. 2009-ben végeztem tanító testnevelés műveltség területen, és ugyanebben az évben kezdtem el kisújszálláson is dolgozni. Itt a Szent Pál Marista általános iskolában 2017. augusztusa óta dolgozom. Diplomám megszerzése előtt nagyon sokat nyaranta gyermekfelügyelettel foglalkoztam, kinn a berekben, a fürdőbe gyerekekre vigyáztam, a kisfürdőbe, és számomra valahogy azt az érzetet keltette, hogy ilyen kisgyermekekkel foglalkozzak. Karcagon nagyon jól érzi magát. 4 éve kislánya miatt is váltott települést és iskolát. Azért kellett váltanom, mert nagyon sokszor szinte este érkeztem haza, és akkor már volt egy gyermekem, Anna, aki most első osztályos, és ilyenkor vagy édesanyám, vagy a férjem vigyázott rá, és úgy gondoltam, hogy itthon, hogyha itthon hazajövök, akkor hamarabb hazaérek. Nagyobbik lánya Anna első osztályos, Léna pedig 18 hónapos, aki egy eleven kislány, vele van most jelenleg otthon. A legtöbb időt kint a szabadba töltjük. Hát nem mondhatnám, hogy azt lehet mondani rám, hogy szigorú vagyok, mint tanítónén, hiszen hazaviszem. Hazaviszem, és sokat követelek tőle. Tudom, hogy nem szabadna, de ez valahogy a véremben van. A tanítónő sokat követel lányától, Annától is, aki néha azt kéri tőle, most az édesanyja legyen, és ilyenkor ő átvált a tanulásban tanítónőből szülővé. Nem mindig szereti, legtöbbször van, amikor azt mondja, hogy ne tanítóként legyek, hanem mint anya, és akkor ilyenkor félreteszem, és átváltok szülővé. A kikapcsolódást a családnak a kerékpározás jelenti, de sokat sétálnak is. Nagyon szeretünk kerékpározni. Legtöbbet hárman megyünk, a férjem is szokott bekapcsolódni, de hát ő otthon nagyon sokat dolgozik, ezért a lányokkal ki berekfürdőre szoktunk kerékpározni, valamint itt a városba, és sokat sétálunk, mert azt is nagyon szeretik. Míg Anna egy nyugodt 7 éves kislány, aki szorgalmas tanuló, addig a kicsi Lénával még sokkal több probléma van, de ősszel már ő is közösségbe megy, hiszen édesanyja jön visszatanítani. És mire számíthatnak majd az elsősei? Mivel testnevelés műveltség területtel rendelkezik, nagyon szeretem a mozgást, hogy minél többet mozogjunk, ezt a tanításba is beviszem, valamint itt van számunkra nagy udvar, ahol játszótér is van kialakítva, valamint a pedagógusaink ugróiskolákat festettek fel, amelyet a gyerekek nagyon szeretnek használni. Augusztusban a Gólya Fióka programra a lendő elsősei a szüleikkel együtt jönnek el, ahol játékos feladatokkal ismerkednek meg osztálytársaikkal, tanítójukkal, osztálytermükkel és az iskolával. Magában ebbe az online oktatásba a kislányom által vettem részt, és nagyon látom, hogy számukra fontos, hogy a tanítónő jelenlétébe tanuljanak, mivel sokkal nehezebb otthon a szülő által tanítani, mint itt vagyunk a gyerekekkel, és szinte közelségből tanulják.